Ha már a templéteknél járunk, van még egy módja annak, hogy jelentősen lerövidítsük a grafikonok szerkesztésével töltendő időt. Ha van olyan adatbázisunk, vagy hát az adatbázisunk éppen olyan, hogy tudjuk azt, hogy egy csomó mindent ugyanabban a bontásban fogunk megjeleníteni. Például tudom azt, hogy egy csomó vizsgálatban nemi bontást fogok kérni, akkor előre beállíthatom ennek a nemi bontásnak megfelelő színeket, amikkel aztán szeretném, hogy megjelenjenek a grafikonjaim. Tehát most, hogyha kikérek mondjuk egy nemi bontásos valamilyen oszlopdiagramot, tehát például kérjük ki a korábbi clustered videóban bemutatott életértelmessége, családi állapot és nemi bontás szerint, akkor ugye látjuk azt, hogy a férfiakat kékkel és a nőket pedig zölddel színezi. Hogyha kikérünk másfajta grafikonokat, mondjuk kikérek egy vonaldiagramot, ugyanúgy kikérem az élet értelmessége, családi állapot és nemi bontásban, lehet látni, megint csak a férfiakhoz kék szint, a nőkhöz pedig zöld szint használ. Aztán nézzünk, kikérek megint egy másik diagramot, mondjuk egy scatter dotot, ahol mondjuk a két BSC-t és a nemi adat szerinti bontásban, két BSC-i összefüggését szeretném vizsgálni, és nemi adat bontásban teszem ezt, és megint azt látom, hogy a férfiakat kék színnel, a nőket pedig zöld színnel jelöli. Ez azért van, mert van a grafikonoknak egy előre beállított színpalettája, ami meghatározza, hogy az első kategória, ugye egyessel van jelölve a férfi, kettessel a nő, tehát az első kategória a férfi, az kékre legyen színezve, a második kategória, ugye ebben az esetben a nők a zöldre lesz színezve, van egy előre meghatározott szín egy esetleges harmadik, negyedik, ötödik kategóriának is. És hogyha tudom azt, hogy egy csomó mindent fogok úgy csinálni, hogy férfi-női bontásban, akkor előre meghathatok az első és második kategóriának egy ilyen általánosan használt színt. Nézzük ezt, hogyan lehet megtenni. Bemegyünk az Edit, Options, Edit, Options. Ott megkeressük a Charts fület, és akkor ezen belül fogjuk tudni beállítani a különböző beállításokat. Rögtön beállíthatjuk egyébként a betűtípust is, ami megjelenik a grafikonokon, de a sans serif az egy egész jó választás egyébként betűtípusnak. És akkor itt látjunk ilyet, hogy Colors, és akkor ide, ha bejövünk, akkor egyrésztről be tudjuk állítani, hogy simple charts-oknál, egyszerű diagramoknál az oszlopok, meg körök, meg mindennek milyen legyen a színe. Na ez az a ronda, barnás szín, amit minden grafikonon látunk, és első dolgunk, hogy levegyük. Tehát ezt rögtön átállíthatom szürkére, és akkor mostantól kezdve szürkén fognak megjelenni az egyszerű oszlopdiagramok, és akkor itt van a group charts, és akkor itt látom, hogy az első kategóriának a színe az kék, a második kategória színe az zöld, a harmadik kategória színe ez a világos barna, a negyedik kategóriái a lila, és így tovább, és így tovább. És én ezt megváltoztathatom. Tehát az első kategóriának a férfiakhoz megadhatok egy sötétkék színt, míg a második kategóriához, a nőkhöz megadhatom a piros színt. Ezt előre le tudom fixálni. Innentől kezdve bármilyen grafikont kérek ki, az első kategóriának a színe mindig ez a sötétkék lesz, a második pedig a piros. Nem csak a színeket lehet így beállítani, hanem a vonalstílust is be lehet állítani, illetve a pontdiagramoknál használt márkereket, pontokat is be lehet állítani előre, de most nekünk a színekre van szükségünk, meg a fillt is, hogyha valamilyen ilyen kitöltést akarunk használni, azt is be lehet állítani, de legnagyobb haszna ezeknek a színeknek van. Nem kell semmi másra, ugye beállítottam itt, hogy az első sötétkék, második piros, rákattintottam a continue-ra, majd az OK-ra, és hogyha kikérem az előzőleg kikért grafikonokat, kikérem újra ezt a oszlopdiagramot, akkor lehet látni, hogy most már ezt a sötét kék és piros színt használja, és ezért innentől kezdve ennek az átállításával már nem kell foglalkoznom. Természetesen nem csak ennél változott meg, hanem a vonaldiagramnál is szépen átkerült sötét kékre, pirosra, illetve egyébként, ha kikérném a
pontdiagramot, akkor azt is szépen sötétkék-pirosra. És akkor nézzük, mi volt az a szürke, amit beállítottam. Hogyha van egy egyszerű oszlopdiagramom, tehát egy simple oszlopdiagramot kérek ki, mondjuk csak családi állapotra egy oszlopdiagramot, akkor ugye eddig azzal a ronda barna színnel jelöltem, most már szürke színűek az oszlopok. Ezt előre be tudod állítani, és akkor innentől kezdve ezeket az újra megadott színeket fogod használni. Hogyha szeretnéd visszavonni, akkor bemegyünk megint Edit, Options, és a Coloron belül egyszerűen rákattintunk erre a Resetre, Reset alapvető beállításokra, igen, és akkor ez visszaállította az eredetire mindent. Ez is vissza lehet állítani az eredeti színre. Oké. Na, hát ennyivel is gyorsabban lehet tenni a munkát. Ennél az adatbázisnál nem feltétlen volt szükség erre, hiszen itt nem tudunk olyan sok grafikont kikérni. Leginkább én akkor szoktam használni ezt a funkciót, amikor mondjuk olyan elemzéseket végzek, ahol van egy kísérleti csoport, mondjuk egy betegcsoport, meg egy kontrollcsoport. Akkor a betegcsoportnak és a kontrollcsoportnak ezáltal előre megadok, és ott ugye majdnem minden grafikonon, mondjuk egy olyan kutatásban, ahol van egy betegcsoport, kontrollcsoport, a kettő közötti különbségekre szoktunk kíváncsiak lenni, és akkor ezáltal gyakorlatilag megsporolom magamnak azt a lépést, hogy ki kelljen színeznem a grafikonokat a kontroll és betegcsoportra jellemző színekre.